Backslash. Sziasztok! Ez itt a Kisles harmadik évadának 19. adása. Ma is rengeteg téma hever itt az asztalunkon. Kezdjünk is bele. Az egyik, nem mehetünk el szó nélkül, véleményezés nélkül a válogatott keret mellett, aki hétfőn találkozik, és utazik a jövő hét végén a lengyelországi tornára, ahol ugye Franciaország, Ukrajna és Lengyelország lesz az ellenfél. Egyet emelnék ki csak a rengeteg komment és vélemény közül. Ez pedig az első két helyezettje. Ugye ez nem nemzetközi szünet, vagy nem teljesen nemzetközi szünet, tehát például a skandináv légiósaink nem tudnak jönni. De az ez pedig az első két helyezettjéből egy játékos van a keretben. Engem kérdezel, ilyen én sem engedném el a játékosomat klubvezetőként. Fölöslegesen sérüljön meg itt a decemberi-januári hajtásban. Igen, tehát ha nem muszáj erre menni, akkor szerintem még talán a legutóbbi Szélig Viktoros interjúban mi is kérdeztük, hogy ebben, hogy mikor nem fognak menni, és ő is ezt a decemberit mondta, hogy erre nem fognak menni, mert talán le se állnak teljesen. Igen, hogy ők le se állnak. De szerintem ez tényleg egy olyan, hogy ki kell próbálni. Ez arra jó, hogy ki lehet próbálni a fiatalok, mit tudnak. De egyébként miért van ez a szünet, hogyha, vagy miért van ez a, hát mégis szünet, ha nem szünet, vagy most nem is tudom, hogy kell ezt hívni. Tehát, hogy miért van ez a torna, ha ez nem IHF szünet. Tehát, hogy tényleg nem tudod a legjobb játékosaidat még gyakoroltatni. Tudom, messze van a VB, meg kurva sokára lesz, meg ki tudja, hogy lesz, meg lehet, hogy csak a 28-as VB-re készülünk. Én azt értem, de nem minden meccsnek lenne értelme, csak akkor ez miért van? Én nekem ez tök fura. Tehát ugye most jelen pillanatban, csak nézd meg az Eszterigát, nem olyan veredek a történet, de mégis. Nézd meg a Macot, hogy hány junior, vagy éppen a Volánt, ott is téma. Ugye a kapust is kellett igazolniuk emiatt a junior VB, plusz a válogatott szünet, plusz a titánok, plusz a, mit tudom én, de a Macnál is sérülések. A Macnál is rengeteg játékos megy a junior válogatottba is, a felnőtt válogatottba is. Ugye megint nézőpont kérdése, hogy egyik oldalon biztos örülnek, hogy, és büszkék arra, hogy mennyi játékost adtak a válogatottakba. A másik oldalon meg egy Schleckmann, aki ugye mai mérkőzésen meg gólt is lőtt. Ő egy elsősoros csatára a Macnak, ő nem lesz ott a következő két hétben, vagy másfél hétben az Erste Liga küzdelmeknél. Ebből egy pár nap ugye szünet, tehát hogy nem annyira vészes a dolog, de ugyanezt elmondhatnák akkor a svédek, a lengyelek, a bárki, hogy elengedem, nem engedem el a játékost. Tök jogos a kérdés, én is ezt az egyet tettem föl magamnak, minek van akkor ez a szünet? Hivatalossá kell tenni a Nemzetközi Szövetség által. Ennyi. Hát ott, ha hazamentél, mennyivel okosabb vagy? Hazamentél jégcsarnokból? Ja, ugye? Szerintem amiatt akadozott, nem tudom, most jobb. Na mindegy, szóval érdekes. A keretre visszatérve, ugye olvastam én is így a Facebookon, hogy ez miért van, az miért nincs, az miért nincs. Hát most az a baj, hogy fiatal a keret. Igen, most ez a baj. Meg az a baj. Úgyhogy biztos. Tehát olyan soha nem lesz, hogy mindenkinek meg fog felelni az, ami van. Mivel azt se értem, hogy tényleg az alapján kell válogatni. Volt olyan hozzászólás is, hogy felsorolta, hogy ki hány gólt lőtt védőként, meccs alapján. Hát nem biztos, hogy ez a legfontosabb adat, vagy én nem tudom, de sok mindenkit megértek, meg tudod, hogy a szurkoló biztos saját csapatából szeretné látni, úgy gondolja, hogy ők a legjobbak állandóan. De ez már annyira engem nem. Én nem fogok ott leállni vitatkozni, hogy ez miért nincs, az miért nincs. Hát ez egy ilyen, szerintem egy ilyen magyar szokás. Itt mindenki előszeretettel hangoztatja, hogy ő mennyivel ügyesebb és jobb válogatottat rakna össze, mint az aktuális kapitány. Ugye Gyergyóból 6 vagy 7 játékos van, ami szintén nem azt mondom, hogy meglepő, de azért
jó, ki lehet próbálni, Szigetit, ki lehet, ugye Vince Peti múltkori is ugye beugróként ott volt. Ami nekem tetszik, hogy végre hirtelen akartam mondani. Győr? Nem, Vértes Neten. Tehát, hogy Vértes Neten is megmutathatja magát, mert marketingben nagyon jó. Nem láttuk játszani igazából, csak videókon. Kíváncsian várom. Hát, végre a lengyelekkel játszunk, nem? Mi végre játszhatunk a lengyelekkel, meg az ukránokkal, igen. Hát, hogy ez teljesen jó. Nekem még az osztrákok hiányoznak. Na mindegy is, hát lesz egy ilyen torna is. Lesz egy ilyen torna, nem tudom, szerintem semmilyen közvetítés nem lesz róla. Talán a lengyel meccset láthatjuk, mert fene tudja, nem tudom. Erről nincs hír, hogy bármiféle közvetítésen, akár pénzért, akár ingyen, de nézhetnénk a válogatottat. Ez nem is annyira meglepő, vagy mégis? Nem. Hogyha átmegyünk a következő témánkra, ugye megszületett az utolsó dolgozat. Ez az utolsó? Írják a szövegben. Hát akkor végre van benne valami pozitív, barátom. Én tartok tőle, hogy ez csak egy sört. Ez csak most így idénre az utolsó. Ja, jó, mondjuk én már annak is örülök, tehát hogy én nem vagyok nagy igényű. Tehát, hát jó hosszú volt. Legyen már mögötte érdemi munka. De van. Három évig 130 ember dolgozott rajta, ne viccelj. Pont az a három év elment a magyar hoki fejlődéséből is pont. Tehát, elmentek volna csákányozni, az lett volna egy csarnok belőle. Valami, vagy valami gödör, nekem egy gödör csináljanak. De... Amit írtam nektek, nem akarom felolvasni a mondatot, de egy ilyen mondat után az én szakdolgozatomból a belső konzulens azt mondta, hogy ezt vágja ki, és saját munka legyen, ne másoljon. Na, én addig a mondatig olvastam, ez kb. A második bekezdés első mondata volt. Az egész ilyen, meg ilyen feltételezések, hogy játszunk el a gondolattal, mi lenne, ha kibővítenék 24 csapatosra a világban, ezekre tök nem vagyunk befolyással, tehát írjunk már, meg foglalkozunk olyan dolgokkal, amire befolyásunk van. Nem? Abba 16-ba kell bejutni. Ez meg a cél. Figyelj, na, addig bővítsük, míg beférünk. Ilyen mondatok, hogy remélhetőleg mi leszünk az első sportág, ahol igényes kabala figurákkal találkozhatunk minden pályán. Hát nem az első sportág Magyarországon. Hát nem. Tehát a 1990-es évek elején jártam többet magammal az Üllői útra viszonylag rendszeresen meccsre. Akkor ott volt a sas. Igaz, hogy úgy nézett ki, ahogy, de ott volt. Ráadásul ugye, míg megkérdezték tőlünk ilyen nagyívű gondolattal megint, hogy KHL, NHL, milyen meccseket szeretnénk látni az új népligeti csarnokba. Amit szerintem, ha most telefonálnak, akkor 5 évre előre megmondják ezek a csapatok, hogy kivel, mikor, hol fognak játszani, tehát esélyed nincs. Mellette a kézilabda közben szépen besonfordál a csarnokba, felavatja, és egy All-Star gálával. Most eredetileg kézilabda csarnoknak készült, tehát eredetileg ilyen, tehát hogy nem besonfordál, hanem birtokba veszik. Igen. Csak nem akárhogy. Nekem már megvan egy egyem. Én letesztelem a csarnokot. Tehát tök jó, hogy álmodozni, meg szervezgetni, és semmit nem csinálni, csak közben így a világ meg elhalad mellettünk. Barát, jó, vigyél korcsolyát, hogy így próbálgass ki, hogy milyen lenne. Hát a Gerflor annyira nem csúszik. Hát élvédőt tegyél rá, csak úgy játszásiból. Ja, és egyébként lesz kabalák csatája is, ezen a kézilabdag ellen. Igen. Jó, de azt még másodikok lehetünk. Nem, lehet, hogy mi vagyunk a szőrszálhasogatók, figyelj. A mondat úgy szól, hogy remélhetőleg csak hamarosan mi leszünk az első magyar sportág igényes kabala figurákkal. Ja. Tehát nem ilyen igénytelen sasokkal, meg mit tudom én, hanem igényes kabala. Viktegednek láttátok már a bikáját? Elég igényes. Én láttam. Igen, elég igényes. Semmit mondó kézilabda All-Star. Adjuk már. Hát én, na, most komolyan mondom. Nézi azt valaki a világon? Nézi valaki azt a világon? Még és Magyarországon is rendezünk. Szóval... Mindegy, vissza a jégre.
Vissza ehhez a dolgozathoz. Az a baj, hogy tényleg... Mondani valamit? Hogy? Még erről mondani valamit? Eleme volt, tehát volt itt szó tömegsport bázis építésről is, hogy a 3x3-as jégkorong, az inline, a floorball, meg a street hockey, meg minden ilyet népszerűsíteni kell, és ugye ott, ha ki nem tud jégre menni, az bármilyen módon a jégkoronghoz köthető sportágat gyakorolhasson. Nekem ez mi közöm, mint szurkon? Nem az ő feladatuk lenne, aki ezt leírta? És akkor itt beírta egy kedves hozzászóló, hogy ő még soha nem találkozott ilyennel, hogy gyerekeknek például lenne tömegsport lehetőség jégkorongra. Meg őt sehol nem hívták egyiket se kipróbálni se. Igen, mert nekünk a szurkolónak egyébként ennyi lenne a dolgunk. Ezt így eléd tolni, és neked annyi lenne a dolgot, hogy kiviszed a gyerekedet, vagy saját magadat, és kipróbálod a floorballt, bazd meg, vagy amit így tudom, van. Amit akar. Olyat is írtak, hogy minél több embert kell tehát kivinni a jégcsarnokokba, és ott egy olyan élményt nyújtani nekik, ami hatására vissza fognak vágyni. Erre pedig jött egy olyan komment, hogy ilyen született, mert egy rendszeres meccsejáró, és kihívta egy ismerős családját gyerekekkel, nem mondta, csak hogy egy magyar székely meccsre, ahol az első harmad végén elfogyott a tea, majd a pohár is. És persze jött a komment rá, hogy ez nem a szövetség dolga, meg mit tudom én. De ez egy ilyen, az egész dolgozat egy ilyen nagy csoportos óvoda, érted? Te van benne olyan mondat, apám, hogy egy negatív hírre három pozitív hírnek kell jönnie, és akkor az anulálja. Hát mit, apám, hogyha ez az ember soha többet nem fog kimenni a csarnokba? Ez a piros meg fekete pontokat osztogattunk? Vagy... Nevetséges. Nem, tehát az a baj, hogy... Először a tea fogyott, és utána a pohár hogy fogyott el? Mert nem repohár, nem repohár. Ja, de utána mit ittak belőle? Gondolom lehetett más is kapni, utána már zsebbe töltötték a forrad bort, érted? Nem tudom. Hát majd kiadták az üdítős flakont, hogy nincs pohár. Én mondjuk ezt sosem értettem, hogy műanyagból átöntjük műanyagba. Meg kell ott inni. Nehezebb bedobni a műanyag poharat, úgyhogy benne maradjon, és leérjen a pályáig, mint az üveg. Hát, kicsit annyi csak, dobálnak de... Annyi dobálnak jégkorong meccsen mindent, hogy Ha lenne All-Star, lenne egy ilyen közönségfeladat. Tehát úgy bedobni a poharat, ugye? Nem kell. A szurkoló All-Star gála, nem? Tehát ahol, hogy tudod, kiteszel három különböző távolságra zebra mezeket, és ki tudja a harmadikat is leköpni, nem? Tehát... Igen. Vagy egy köpéssel mind a hármat. Hogy ilyen emberákat belevinni. De egyébként meg mondom, tehát én azért bevallom őszintén, csak egy darabig olvastam ezt a levelet, olyan izgalmas volt, hogy... Dolgozat, jó? Annyi bullshit volt benne, hogy már a második mondatnál volt az érzésem, hogy az a bullshit generátor az így automata lejátszásra lett kapcsolva. Gyönyörű szép mondatok. Tényleg tanítani való. Tehát ez főiskolára, egyetemre való. De ezzel én eddig a részéig egyébként tökör elmulattam rajta, hogy jött ez a mondat. Amíg a futball vagy a kézilabda szerelmesi az elmúlt években a világ legjobbjait láthatták itthon tétmeccseken, szoros mérkőzéseket játszani a magyar válogatott csapatokkal, addig nekünk felkészülési találkozón is csak a sokad rangú összeállításban érkező kanadai vagy svéd válogatott jutott, de utoljára ilyen is 2017-ben és 2019-ben volt csak. Ha válogatott szinten nem megy, akkor NHL, KHL vagy más kiemelkedő klubcsapatokat kell idehoznunk. Kinek hogy a feladata? De hogy jön ehhez? Tehát az ember... Vegyük ketté a mondatot. Az egyik az, amit a Tom kérdezett. Uh-huh. Kinek a feladata? A miénk? Ezt a levelet dolgozat. Ezt a dolgozat nekünk kellett volna megírni, ő feléjük. Ezt kell csinálni. Csak mondjuk az sem a mi feladatunk, mert akkor ezért én pénzt kérnék. Tehát, hogy ne az legyen majd a szúrcsot. Ők is, csak érted, hogy miért van az, hogy ők, aki ott van, annak ne kelljen már tanácsadó, bakker. Tehát neki az a dolga, hogy csinálja a munkáját. Ha nem tudja, mi a munkája, akkor ne ő legyen ott. Akkor legyen ott olyan, aki tudja, mit kell csinálni. Én nem vagyok bazd meg az astronauta. Tudod mi? Mert nem tudom, hogy a kurva életbe kell egy űrhajót vezetni azért. Hát nem? De most komolyan. Jogos. Nem, nekem ez az egész történetnél itt szakadt el a cérna, mert én azt gondolom, hogy a 2000-es évek elején az a 76-77-es korosztály, akit ő nyugdíjba küldött, legalábbis a szurkoló részét,
az a korosztály elkezdett jégkorongozni, és eljutottak oda, hogy a csoport, eljutottak oda, hogy köztévébe, kereskedelmi tévébe, ezek a sokadrangú válogatott meccsek teltházzal, a svédeket megverve, szlovákokat megverve, pannonkupák, tét nélküli pannonkupák teltházzal, szurkolva, katarzisos élményekkel, és mondjuk főleg egy, a pannonkupák. És mondjuk egy annyi fős szövetséggel, mint amennyi most a kommunikációs és marketing csoport. És ezek miatt ülhet most ő ott, és tömheti a zsebét, mert azért lett az kiemelt sportág, és kap állami támogatást, nem miatta. És ő leszólja őket. Ki aztán. De egyébként ilyen, ezek a katarzisos élmények még lehet, hogy nem is voltak meg. Tehát hogy lehet, hogy nem is volt meg, de akkor is kim voltak az emberek. Tehát, hogy ott kellett lenni. Tehát, hogy valahogy ott annak volt egy ilyen társadalmi státusz, hogy kimegyek a BS-be vagy a paplaciba egy ilyen eseményre. Meg és ki? Azt néztük mi is a B-közéből, hát a kapu mögül, hogy öltönybe jönnek, meg kiöltözve az emberek. Meg azt néztük, hogy mikor kell megvenni előre a bérletet, hogy nagy lecsusszál, tudod. Hol vagyunk már, tök 900 nézőt alig bírtunk összekapni egy püskébe. Nem? Hát karácsonyi ajándékotra kaptam a jegyet, érted? Még egy gondolat ehhez a mondathoz. A 76-77-es korosztály, azok mi vagyunk, ugye mi is, négyen. Nem egy nyugdíjba, csak adja a nyugdíjat. Ne. Azt akartam mondani, hogy közülünk nagyon-nagyon-nagyon sokan, 20-30 éves korában, emiatt a társaság miatt, akikhez elkezdtünk meccsre járni, ezek miatt a srácok miatt elkezdtek jégkorongozni amatőr szinten, és ők nem kevés pénzt és időt és energiát áldoznak azért, hogy este 11 órakor, mert akkor van szabad jégidő, még lemenjenek játszani. De ők már nem mennek ki a meccsre. És nem azért, mert nyugdíjasok vagyunk, és nem is azért, mert gyerek van, munka van, stb. Mert este 11-kor még elmegyünk jégkorongozni. Mert nem az idő, meg nem a pénz a kérdés. Hanem mert nincs miért kimenni. De az a pár száz néző, aki még kint lézeg a csarnokokba, az még mindig ez azok a korosztály. Így van. Hát. És akkor még jött a végén az a mondat, hogy a kritikusok léte a fejlődés velejárója, a kérdés ennek kezelése és kommunikációja. Na most ezt a Facebookon úgy teszi meg a Liga, a szövetség, hogy aki kritizál, aztnak törlik a kommentjét, ha többször megteszi, akkor meg letiltják. Tehát így kell kezelni. Engem most éppen a netem tilt, mert úgy akadozik, úgyhogy... Nálad már ott a cenzúra. Itt van cenzni, meg az ura. Tovább megyek. Tehát nem csak a Facebookon zajlik ez a tiltás, meg szigor, de nem is akarok ebbe belemenni inkább. Inkább beszéljünk még egy picit erről a kommunikációs dolgozatról, vagy nem tudom. Ugye négy pillér, a nulladik, meg a negyedik a népszerűség. De akkor is 22-es csapdáját akarunk játszani? Az egyik oldalon eredményességet akarunk, ami majd meghozza a népszerűséget, de a népszerűség nélkül nem lesz eredményesség, mert az eredményességhez hozzátartozik az, hogy több néző megy ki, érdemes meghalni a pályán, érdemes válogatottnak lenni, érdemes új játékosok lesznek, rengeteg fiatal lesz attól, hogyha több néző van. De egy farkába harapok így jó. De egy általános iskolát nem vagyunk képesek kivinni egy jégcsarnokba. Ajkára 250 ember tudtunk elvinni. Vicc. Egy 30 ezeres városba 250 ember, amit nem tudom már kiírt szerintem, hogy egy ilyen vándorcirkusz vagy vidámpark kirak három kartontáblát a 500 méterre lévő oszlopokra, több ember megy el. Egy hétvégén 5 előadást telt házzal. Hát igen. Igen, ha nem szóval is... ne dolgozatokat írjunk, könyörgöm, dolgozzunk. Mert abból élünk csak meg. És én értem, mindent értek, hogy ezeket le kell írni. Én is multinál dolgozom. Tudom nagyon jó, hogy milyen az, amikor valamit csinálsz. Nem elég jónak lenni, annak is kell látszani. Ezt mondja a fáma. Elég kell csak hozzá látszani. Kell. De ez a baj. Ezeket ez a miért baj. Kell leírni egyébként? Nem egy multinál itt. Tehát, hogy erre ez valaki hiányolta, ezt a taópénz csak akkor jön, hogy írunk egy dolgozatot? Vagy legalább, hogy úgy
pipa legyen, hogy csináltunk valamit? Pipa. Egy ilyen terv, hogy azért van előttünk egy vízió, hogy ezt lássák az emberek, hogy ha már nem is tudjuk megvalósítani, de legalább van egy víziónk? Nézd, én azt gondolom, lehet, hogy naív vagyok, vagy rossz indulatú, teljesen mindegy, honnan nézzük, melyik szemszögből. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgozatok akkor születnek, amikor nem tudom a hogyant. Én is úgy gondolom, hogy ez időhúzás és mellébeszélés. Tehát a 10 éves periódus az azért jó, mert akkor 10 évig még lehet nem csinálni semmit. Valahogy csak egyszerű dolgokkal el kéne kezdeni. Igen. Nézd, én... És mondjuk, amit Albi beszélt, tehát ez a, hogy hívják ezt a matiné, ez egy jó dolog. Csak hát, ahogy szokták mondani, ez nem elégséges. Tehát ez frankó. Csak ez megint a pipa kategória, mert jöttek sok visszajelzésről, hogy tök jó az ötlet, szar a kivitelezés, szarok a játékok, szarok a programok, de maga az ötlet tök jó. Nem szarok, kevés. Kevés. Tök jó a korunkból, toronyépítés, amit tudom én, gyerekeknek szól, a matiné gyerekeknek szól. Tök jó. Nyilván. Legyen. Minél többször legyenek szar programok, csak sokszor. Aztán majd előbb-utóbb úgyis kikopik belőle az, ami nem odavaló. De itt most nincs. Tehát elmegyünk Ajkára egyszer, elmegyünk Zalaegerszegre, minden csarnokba egyszer. Sehol én szerintem, és ez nem szövetségi kérdés, hozzáteszem, maximum liga, de a kluboknak eszükbe se jut. Megint szívbajt kapok ettől, hogy épp kinek a feladata. Zala egymásra mutogatás, én nem ebbe akartam belemenni, hogy most liga, vagy szövetség, vagy klub. Miért nincs Újpesten azóta? Miért nincs minden klubnál? Havonta senkit nem érdekel, hogy kimenjen 1200 ember a 300 helyett, mert ugyanúgy megkapják az állami támogatást, amit köszönjük szépen, el vannak. Ennyi. Ennyi. Mert Újpesten 1200-an voltak az első matinén, azóta meg annak ellenére, hogy ott vannak az első háromban, folyamatosan tök jó játékot játszanak, alig-alig lézengenek. Lehetne minden hétvégén nyugodtan, jó hétköznap más kategória, de minden hétvégén lehetne nyugodtan 1000-1200 néző. Mindenkinek jobb lenne, a büféseknek biztosan, a csapatoknak biztosan, mármint a játékosoknak. A vezetőségnek meg lehet, hogy akkor több biztonsági őrt, meg több egészségügyi személyzetet, meg mit tudom én kell biztosítani, nem tudom. Nem tudom, miért nem ért. Tehát mitől lesz nekem, hogy mondjam, kevesebb lesz a pénzem, vagy az időm, vagy az energiám, vagy mi miatt van az, hogy nem azt csinálom. Tehát attól, hogy én teszek érte, attól én ugyanúgy megkapom az állami lóvét. Ha ez jobban működik, akkor az állami lóvét is megkapom. Kurva jó dolog ott ülni és nézni azt a langyos limonádét. És nem csinálni sem. Gondolnék én a jövőre, tehát most még jön a pénz. Építsünk fel most valamit, amit majd el lehet adni, mikor esetleg már nem jön az állami pénz. Vagy nem annyi jön, vagy másképp jön. Vagy esetleg el kell vele számolni. Lehet, most van lehetőség felépíteni egy olyan terméket, amit utána el tudsz adni. Igen. Az a baj, hogy ezzel dolgozni is kell. És szerintem ez a baj, ez a munkaszót nem nagyon szeretik. Sokan. Még decemberben már én se. Jogos, tehát nem az sem környékén. Vagyok. De hát kicsit más jellegű a munkám is, tehát azért nem. Nekem még 4 munkanapom van az évből. Szóval nem tudom. Az igazság, hogy tök őszinte leszek. Nagyon sok időm nincsen. De én ennek a dolgozatnak 8-szor, tényleg komolyan mondom, 8-szor nekifutottam. Nem bírtam végigolvasni. Ja, akkor nem én vagyok a rúdas, látod? Nem, egyszerűen... És olvastam végigolvasni, akkor én hogy tudtam volna, bakker? Nem tudok. Tehát elkap a szegény jó édesapámat, hadd idézzem, elkap a harctéri idegláz, és földhöz vágom a telefonomat. Komolyan mondom, a semmit mondó szarfaszú dumától, mert ebben nincsen konkrétum. Az egyetlen konkrétum, el kell érni, hogy az NHL 2022-ben benne legyen a magyar válogatott. Hát elmentek ti a... Elérte az IHF. Elérte. Az IHF elérte. Egy napon belül.
Egy napon belül elértük a dolgozathoz képest. Ha a dolgozat megszületésekor ez az ember, aki írta, nem tudom ki írta, teljesen mindegy. Sokan írták 130-an 3 év alatt. Hát, ezt a mondatot, akkor megvan. Ezt a mondatot, aki leírta, és nem tudta, hogy az NHL-be be fog kerülni, mert az IHF, tehát a Nemzetközi Jégkorongszövetség aláír egy szerződést az EA Sports-szal. Ha nem tudta, hogy be fog kerülni a magyar válogatott, akkor azért probléma ez a mondat, ha meg tudta, akkor meg azért. Hát, más tollával ékeskedni, igen. Lehet, hogy az, hogy amikor megírta, milyen jó, és akkor másnap bekerül. Ezt már el is értük. Tehát, hogy egy pipa. De várjam, ez úgy van, hogy a Magyar Jégkorong Szövetségben jelentkezik az EA Sportsnál. Nem, de licensz van, IIHF-es, IIHF-es licensz van. Tehát, és biztos, hogy tudva volt, hogy bekerül ez a válogatott ugye a játékba. Na mindegy. Na. Lehet, hogy veszek egy PS4-et, 5-öt, azt játszom vele. Nem. Beszéljünk sokkal, de sokkal komolyabb dolgokról. Beszéljünk arról, hogy mi is az a komoly munka. Ott tartunk, hogy az elmúlt hetekben, nem egyszer, nem kétszer, így vagy úgy, de azért elhangzott a részünkről, ugye, hogy szeretnénk egy All-Star gálát látni. Albi volt az is csütörtökön. Albi volt a szellem. Lesz is csütörtökön egy. Kézilabda All-Star gálát már megvalósítanak. Nem volt semmi, tehát megint néhány hét alatt kimondtuk és megcsinálták, látod? Mindent, amit akartunk. Kabala csata, koncert, minden lesz. Jegyeket lehet kapni és online. És nem azt mondták, hogy ezt hanem próbáljuk ki, lássuk meg, milyen működik, akkor megcsináljuk jövőre is. Persze. Lehet, hogy egyébként akkor az derült, hogy velünk van a baj? Tehát rossz sportákban vagyunk? Az lehet, hogy rossz sportákban vagyunk szerelmesek, azt mondod, de lehet. Nagyon nem örülnék neki, de minden esetre ugye az is nagyon sokszor elhangzott, hogy mi szurkolók vagyunk, és az is nagyon sokszor elhangzott, hogy amatőrök vagyunk, mármint így a podcast, videókast kategóriában. És ez sokszor látszik is. Fogadásban is, szakmailag is. Viszont megálmodtunk valamit, amit a lehetőségeinkhez és az időnkhöz mérten a lehető legkomolyabban gondolunk, még ha az egész igazából csak egy vicc, vagy nem is tudom, minek nevezzem, de mi nagyon komolyan gondoljuk, mint ahogy az eddigi összes mondatunkat komolyan gondoltuk. Beszéltünk erről az All-Star gáláról, és úgy döntöttünk, hogy ezt meg is rendezzük. De úgy, ahogy azt kell. Tehát nagyon odafigyelve, az a legapróbb részletekig mindenre odafigyelve. Ezért azt nem tudjuk megmondani, hogy pontosan még most, ma, 12-én nem tudjuk megmondani, hogy melyik napon lesz, de januárban lesz Kisles All-Star gála. Szerintem 22-23 az jó lesz. Mondod, hogy Kisles All-Star. Az veszélyes, mert azt gondolják, hogy Kisles 4-en. Tehát, hogy ez mi hát a igen, nem mindjárt föl elmondjuk, hogy mi a történet. Várja, be is gombokozzá. Gombokozzá be, igen. Fanfárok. Bekecs kilátszó. Hölgyeim és uraim, szeretném bemutatni a Nyugat két edzőjét. Szarvashegyi Gábor. És Albert Krisztián. Jó estét. És szeretném bemutatni a Kelet két edzőjét. Lőrinc Tamás és Fodor Attila. A maradék. Most nyomjatok lájkot ott lent, meg iratkozzatok fel. És akkor szeretném bemutatni, mi néhány nappal ezelőtt összeültünk, és az Eszter Liga csapatai közül kiválasztottuk a Kelet-Nyugat játékos keretét, és ezúton szeretnénk felhívni benneteket, szurkolók, nézők, játékosok, aki hallgatja, nézi. Egyzők,
edzők, general menedzserek, kommunikációs szakemberek, kapusedzők, bárki. Hogy ebből a 20 játékosból, két kapus, 6 védő, 12 csatár. Mind a két oldalon, keleten is, nyugaton is. Ebből válasszátok ki azt, szavazzátok meg, hogy ki legyen a kezdő ötös. A kezdő ötös számára ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy egy iszonyat nagy elismerés egy All-Star gálán a kezdő ötösben szerepelni, és ez, mint mondtam, a Kisles All-Star gála lehetőségeinkhez mérten tényleg nagyon profi lesz. És azért nem mondok egyelőre többet, mert még mindig építjük a dolgot, csak mi nem 10 évben gondolkozunk, hanem szűk egy hónapban, vagy másfélben. Szóval akkor mutatnám. Igen? Ez hol a lista? A lista. A lista. A rooster. Tadám! Látjátok? Látjuk, igen. Látjuk, azt hittem, hogy... Kedves nyugat. Adjatok meg. Mutassátok be a kereteteket röviden. Kérlek. Wow. Vagy kezdjön én. Kezdjette. Igazság szerint nem feltétlenül nem fogom felsorolni a névsort, azt mindenki elolvashatja. Azt kell tudni, hogy úgy próbáltuk összeállítani a csapatot, nem feltétlenül a legeredményesebb, vagy legjobb játékosok, ez ugye szubjektív is, hogy éppen kinek ki a kedvence, vagy kit tart a legjobb játékosnak, értelemszerűen próbáltunk minden csapatból játékosokat beválasztani, illetve mivel egy ilyen All-Star gála, úgy beszéltük a másodegyzőmmel. Szóval meg, nem, úgy, hogy megalapodás, ez így inkább egy ilyen jutalomjáték lenne, vagy hogy is mondjam, tehát tényleg ez akár egy ilyen jutalomjáték, nem tudom ezt másképp mondani, hogy nem feltétlenül a legjobb játékosok, de talán számunkra talán a legszimpatikusabbak, illetve azért az is számít, hogy milyen szinten játszik az adott játékos, de nem a pontlista első 20 játékosát vettük ki. Ugye mi azért egymás között megállapodtunk, hogy minden csapatból legyen játékos, tehát arra azért odafigyeltünk. A posztokra már nem annyira, ilyen, tehát csatárok vannak, de nem nincs annyi center, amennyi kellene talán, meg arra se figyeltünk, hogy jobbkezes, balkezes, tényleg arra figyeltünk, hogy működjön a csapatban a kémia, és effektívek legyünk a támadó harmadban, ezekre figyeltünk oda. Pontosan, hogy klasszikusokat idézzük, meg hogy a keletet ne alázzuk. Ennyi. Bullshitting be már jó a nyugat. Kedves társedző kollégám, akkor mutassuk be a kelet válogatottját. Én azzal kezdeném, én várom az assistant coach szerepet, mégis csak a főnökkel vagyok egy benchen. Hogy a kelet-nyugat hogy jött ki? Ugye keleten van a Csíkszereda, Brassó, Gyergyó, Deac, Miskolc, DVTK. Így van. Tehát az, hogy ott húztuk meg a vonalat. Nem a Duna volt a vonal, hanem mondjuk a jásság. Na, és ellentétben a keleti válogatottal, mi nagyon jó válogattunk posztra. A keleti válogatott jól válogatott. Igen, az elvek ugyanazok voltak. Mit mondjuk, mi azért nagyon sok sztárjátékosra tudunk gazdálkodni. Igen, igen. Igaz, hogy egy kicsit öregebb a válogatottunk átlag életkorra, köszönhetően a székely csapatokban igazolt fantasztikusan a pályafutásuk végén lévő. Ezért húztunk is egy légiós korlátot. Igen, és légiós korlátot is húztunk. Természetesen ugyanúgy 5 légióst lehetett a csapatokba beválasztani. Reméljük, annyi is van benne. Igen, annyi is van. Is. Itt azért azt mondjuk el, hogy van egy ilyen nem 100%-os megállapodásunk a jövőre nézve, hogy esetleg jövőre ez átváltozik egy magyarok idegen légiósokra. Nem biztos, még meglátjuk, hogy lesz ez idei.
De ez is szóba került, hogy ilyen legyen a válogatott, de aztán végül a kelet-nyugat mellett döntöttünk. Vagy egy észak-dél, az is szóba került. A legnagyobb vita, ezt mindenkinek tudnia kell, háromszoros pénzfeldobásra döntöttük el, és aztán végül nem azt választottuk. És nem azt választottuk, igen. Tehát ez nagyon diktatórikus döntés született, amit a FOE mondott, az volt. Kész. Igen. Az, nem, az volt a légiósok, magyarok probléma. Tehát tényleg az volt, hogy ketten erre szavaztunk, ketten arra, ketten kelet-nyugat, ketten légiósok, magyarok. Pénzfeldobás a légiósok, magyarokra döntött. Így van, a pénzfeldobás a légiós magyarokra döntött, viszont utána nagyon sok, amikor megpróbáltunk megállapodni a keretek összeállításának szabályaiban, akkor nagyon sok kérdésbe szaladtunk bele hirtelen, amit nem tudtunk megválaszolni, és végül is úgymond az egyszerűség kedvéért azért döntöttünk a kelet-nyugat, vagy döntöttem, jó, legyen diktatóra. A listát, mert én még szeretném látni. Legyen vissza a listát? Jó. Csak én meg magamat szeretem látni, tudod. Még nem vagy tisztában a csapatoddal. Nem, titeket nézlek, te hülye, hogy kinek kell kirúgni a lábát. Hát nem, és nem. Jó, ti már az ellenfelet hát, persze, nem itt videó elemzővel már most figyelitek itt az Excel táblában, hogy ki kicsoda. Nem, ez a szurkolóknak is jó, hogy aki véletlenül hallgat minket, és van olyan, aki esetleg igen, és még talán nézi is, akkor így ki tud választani. Ja, és még azt is mondjuk, hogy a bíró sportársak és játékvezetők is kiválasztás alatt vannak. Így van. Így van. Szóval azt az egész gálára, mert ez egy gála lesz, az egész gálára azt ígérjük, hogy természetesen nem kell jegyet venni rá, és természetesen nem valamelyik jégcsarnokban fognak pályára lépni ezek a játékosok, de hogyha akkor az adott napon, és egyezünk meg abban szerintem most, hogy este 9 órás kezdéssel a YouTube csatornánkon megtekintitek ezt a gálát, nem fogtok ingyen akadásmentesen. Ingyen akadásmentesen, nem fogtok unatkozni. Akadálymentesítve lesz a dolog, tehát nem fogtok unatkozni. Erről nagyon-nagyon sok vendég, betételem, stb. Mindenféle dolog garantálja azt, hogy ne unatkozzatok. És még jégkorongot is fogtok látni, ezt megérhetem. Úgyhogy, és még egy dolgot szeretnék a keleti csapathoz hozzátenni, hogy nálunk tök véletlen, tényleg véletlen, de 2 vagy 3 játékosnál volt csak mondjuk úgy, hogy vita, vagy nem teljes egyetértés a válogatás során, úgyhogy azt gondolom, hogy másodedző, társedző kollégámmal nagyon-nagyon egy húron pendülünk, úgyhogy köse fel a gatyát nyugat, mert gyöjtök. Végetek lesz, mint a botnak. Amúgy nem rossz csapatok, elmondanám. Tehát így én ezt nagyon szívesen megnézem élőben is egy ilyet. Hát igen. Ezt tudjuk, hogy egy All-Star gála nem arról szól, hogy vére menő, de akkor is ez... Igen, bármelyiket elfogadnám magyar válogatottnak is. Kíváncsian várom, milyen első sorokat választanak a hallgatók. Uh-huh. Szóval tényleg szavazásra fel. Szavazást majd kirakjuk, azt megcsináljuk azért rendesen, hogy számolni is lehessen könnyen. Így van. Az még nincs kész. Tehát ezt azért tudniatok kell, kedves nézők, hallgatók, hogy ez az egész osztály gála ötlet, ugye ez már nagyon régóta elhangzott, talán 2 héttel ezelőtt először, de lehet, hogy még több. Viszont maga az ötlet, hogy ezt megcsináljuk, ez e hét elején kristályosodott ki, és azóta jutottunk el az ötlettől már odáig, hogy gyakorlatilag 4 alappillér a sima ügy, az már megvan, a sarokkövekkel körbe rakva. Tehát áll a csarnok. A csarnok áll. A vendégek, a biztonsági személyzet, a büfé készen áll. Minden készen áll, néhány apró, ahogy mondani szokták, hogy a részletek még egyeztetés alatt vannak. De tényleg ígérjük, hogy nem fogtok unatkozni, ha ezt majd megnézitek valamikor januárban.
Vélhetően szerdai nap lesz, mert azon a napon nem játszik az Erste Liga biztosan. Az az egy fix meccs nap. Akkor érnek rá a csapattagok. Így van. Igen. Szóval vannak benne fiatalok, rutinosak. Foci BL sem lesz. Légiósok. Palánktörők. Bukadobálót azt nem válogattuk be. Skill versenyre nem hoztátok. Nem, mert skill verseny nem lesz majd jövőre. Igen, az. Jó, de ő már nem tagja a ligának, úgyhogy. És Manavian se lehetett beválogatni. Manavian nem ért. Úgyhogy... Szóval szavazzatok. Így van. Szavazzatok, hívjatok. Kivartad a forgatókönyvet. Ő, ha valaki ezt most itt kimerevíti, akkor... Belelátott a titka. Belelátott a titokba. Bárki. Nálam meg sincs nyitva, úgyhogy tedd vissza. Hát ennyi. Ja. Szóval titokban én is szavazhatok? Persze. Nyugodt. Kezdődött. Titokban. Generálok egy pár e-mail címet. Hogy van egyébként a szavazás? Egy ember több játékosra is szavazhat, vagy egy ember csak leharthat egy kezdőtös, de ez még kimunkálás alatt van? Azt még kitaláljuk online szavazó oldalakon, hogy tudjuk megvalósítani. Én azt nem szeretném, hogyha a kezdőtös úgy nézne ki, hogy mindenhol Sofron István szerepelne a kapustól a csatárig, tehát hogy ezt föl kell építeni. Annyira tényleg gyorsan haladt ez. Lehet, hogy jó, én nem tudhatod. Lehet. Nem tudom. Hát csak nehéz Mamutban megkorcsolyázni kint a mezőbe. Viszont tényleg, tehát annyira gyorsan zajlanak az események, hogy erre a szavazásra még nem tudtunk felkészülni, de a kereteket erre összeraktuk. Az apróságokra nem figyeltünk eléggé részletekre, de fogunk normális, működőképes és használható szavazást fogunk tudni létrehozni arra vonatkozóan, hogy ki milyen kezdőötös szeretne látni. A kezdőötöst külön óriási hype-al lesz bemutatva. Ez ezért fontos, másért nem. De még azt sem tartom. Ők kizárt verni nektek egy 8 gólt, még azért, de... Egyébként el esetleg még annyit fel tudunk ajánlani az All-Star MVP-nek a végén, hogy egy korsóval megajándékozzuk. Ha... Így van. Még töltünk is bele, ha ezen múlik. Majd meglátjuk. Jó, az NHL-ben egy trakkot szoktak adni 150 ezer dollár értékben, de... Várjuk a hozzá jelentkezését is. Figyelj, az a helyzet, hogy mi ezt megcsináljuk, szűk másfél hónapon belül. Egy a 40-szeres kicsinyítésbe adjuk mi is. Minit? És az a helyzet, hogy mi ezt ingyen a jégkorong iránti szeretetből adjuk, és nem fér bele a még egy kicsi ekkora sem. A korsó az megvan már, azt kifizettük, abból tudunk adni. A gyereknek annyi ilyenje van, amire rálépek. Hát egyet szívesen adok. Szóval... Póló van. Alakul ez. Hölgyek, urak. Budweiser MVP. Még egy nagyon pici kitérő itt a népszerűsítés és az All-Star Gála után. Az U20-as válogatott ugye mai napon megkezdte a junior világbajnokságon a szereplését. Én ezzel kapcsolatban kettő mondatot mondanék, mert muszáj, mert nagyon piszkálja a csőrömet. Az egyik, hogy sehol nem olvashattuk azt, hogy hol tudjuk nézni, hogyan tudjuk nézni, tudjuk-e nézni ingyen pénzért bármiért. Egy értelmes cikk nem született róla. Miközben... Ugye 76-os korosztály meg ott kudott a maga között. De figyelj, ezzel a problémám pusztán annyi, hogy ők top 16-ban vannak, tehát ugyanaz, mint hogyha a felnőtt válogatottunk átcsoportos lenne, csak itt más a leosztás, ugye? 10 van az A-divízió, vagy az A-csoportban, és 6 a divízió 1-ában. A másik, hogy ők gyakorlatilag holnap után felnőtt válogatottak lehetnek. Ergo, ez itt az előszoba.
se nem nézzük, se nem promotáljuk, se nem hallunk róluk, se nem olvasunk róluk semmi. Hol van itt a népszerűsítés, meg a nulladik, meg a negyedik pillér? Hát de 10 év alatt, majd a 10. évben. Azt hittem, ez olyan gyorsan megy, mint a NHL-be való bekerülés. Várj, tegnap előtt délben volt egy cikk, hogy végleges az U20-as válogatott Hörsholmi kerete. Ennyi. 12 és fél sor. Hát nekem meg se nyitja most. Nem, 5. 5 sor. Ja, azt hittem, hogy ilyen olyan, mint az ilyen eltűnő üzenetek. Tudod, hogy ha nem olvasod egy gyorsan, akkor... Erről is volt talán az előző dolgozatokban szó, az utánpótlásról pedig meg, hogy mennyire fontos, meg tudom, mindegy. Hát ennyire fontos. Na, akkor más, hogy igazából halkan teszem fel a kérdést, mert tudom, hogy túlságosan mélyen egyikünk sem furta bele magát, de azért tudjuk, hogy ez ugye 2 évvel ezelőtt jutottak fel a srácok, ergo itt most a bennmaradás az egy nagyon-nagyon nagy fegyvertény lenne. Ma Kazaksztán ellen 3-1-re kikaptunk. Én nem láttam a mérkőzést sajnos, mert éppen autót szereltem, de olvasva a... Melyiket? A szomszédét. A sajátomat. Szereltem. Olvasva a kommenteket, dicsérték a srácokat, hogy kifejezetten jól játszottak, bár túl sok volt a kiállítás. És hogy kíváncsian várjuk, hogy a Kazaksztán azért egy fokkal jobb, mert ők föntről jöttek. Nem ők valószínűleg azok, akiket el kell, hogy verjünk. De igazából a kérdést úgy tenném föl, hogy véleményetek szerint sikerülhet-e a bennmaradás? Albi? Így, de nehéz kérdés. Hát 50-50. De nehéz okosat mondani, de Nyugat megint hozzátette a szakértő hozzászólását. Jó, de ő a másodegyzőt kérdezte. Én azt mondom, hogy sikerülhet, de aztán az a... Én nem igazán tudom a játékerőket behatárolni, de azt mondják, hogy ez a Kaza, ez az egyik legjobb csapat a csoportban, és csak 3-1-re kaptunk ki. Persze én sem láttam egy percet se a játékból, de hiszek a szurkolóknak, hogy azt mondták, hogy helyenként nagyon jól játszottunk. Egy 3-1 zakó, az bárki elfogadja. Tehát az, és ha ez ők a legjobb csapat, akkor miért sikerülhetne? Akkor igen, vagy nem? Egyik. Szerintem igen, persze, igen, Albi, igen, mologassá, igen. Ha működik a kémia, és elől elég effektívek vagyunk, akkor sikerül. Igen. Effektív. Már tiért, ufogtatják itt a frázisokat. Hihetetlen, pedig csak januárban kell elővenni ezt a kis könyvet. Meg a fegyelmezettség, az még nagyon fontos. Fegyelmezettek legyünk, ne legyenek támadó, harmadbeli kiállítások. Igen. Ja, hát igen. A felesleges kiállításokat el kell kerülni. És a speciális játékhelyzetek fontosságára hívnám még fel a figyelmet. Persze gólokat kell szerezni, hogy szokták mondani, adott esetben. Egy jó kapus teljesítméssel. Igen, ugye? Na, a kezükre húzzák a korcsolyát, az nagyon fontos, az szokott segíteni. Tanuljatok, mert ezeket nektek mondjuk, figyeltek, ja, Ugye, nekünk nem kell tudni, a játékosaink azok tudják, mert mi úgy válogattunk. Jó, van, sutyó, suhogós, melegítős keletiek. Szerintem visszatér vagy fönt. Nem, nekem kell boltba menni öltönyére. Azt nem kell. Te vagy a szekrénybe, he? Szerintem fönt nem maradhatnak. Önmaradunk. Jó, hajrá, fiúk. Sok sikert. És még egy pár percet még töltsetek el velünk, beszéljünk egy kicsit. Most az Erste Liga mérkőzésekről már nem beszélünk, nézzétek el nekünk. Viszont a Volán mérkőzésekről, ami pénteken, illetőleg ma volt, annyiban mindenféleképpen beszéljünk, amit az előbb az Albit föl is vetett a sablon szótárból előhúzott mondatokban, hogy fegyelem. Ugye olvashatunk egy olyan kommentet, de egyébként az edzői, meg a játékosok beharangozóiban is elhangzott, hogy eddig ugye a legkevesebbet büntetett csapat volt a Fehérvár, és ez nagyon jól működött,
és az utóbbi mérkőzéseken több felesleges kiállítást összeszedett a csapat. Ennek megfelelően erre hívta fel az edző a figyelmet a pénteki mérkőzés előtt, és ez tartott nagyjából 5 percig. De kettő. Nehéz. Tehát én emlékszem a régi Volánra, hogy akkor is ez ment. Emlékeztek, amikor bekerült az Ebelbe a Volán, és az egy sokkal fizikálisabb, keményebb bajnokság volt, és ezt is nehezen nyeltük be, még szurkolók is. Mindig azt mondtuk, hogy ez is szabálytalan, az is, de ne üssünk vissza, mert minket azonnal kiállítanak, és akkor nemes bosszú, azt sikerült lőni egy-egy gólt. Most meg már azért nem ez. Tehát most már kiállnak magukért a játékosok, néha kell. Jó, szerintem meg néha belecsúszik. Tehát ez azért egy... Én azért tartom ezt butaságnak, az, amit itt meg is osztottatok, egymás között megosztottuk azt a HS-t a fészen. Nem butaság, ez egy vélemény. Csak én másképp látom. Tehát most persze, meg hogy látszódott az öltözőben, mi van kírva, és hogy... De hát ezt nem tudod végre, nem tudsz 100%-osan mindent végrehajtani, és igen, belecsúszott pont, egy rosszul sikerült, még föl is húzta. Azt most, hogy a második percben, vagy az 58. percben, nem, mindegy, fölcsúszott, hát, egy szarú sikerült. Mindegy, de mégsem. Hát ez nem úgy van, hogy végig gondolom, most akkor 3 percen van, fölütközzem, ne ütközzem, hát lehet, hogy megütközöm. Nem, itt 10 másodperc alatt hozott egy rossz döntést. Fölszaladt a könyök, kiküldték. Hát most, és utána azt a meccset még ugye valamennyire kontrollálta is, azt a vége csúnya lett, de játékba nem hiszem, hogy az az 5 perc, vagy az az egy, talán mondjuk az egy játékos kiesése lehet, hogy kihatott, mert aztán azt be kellett gondolom keverni. Tehát valószínűleg nem tesz jót, de most ha minden egyői utasítást betartana mind a két csapat, akkor 0-0. Hát mondjuk én hát a mai meccs után mondtam azt, hogy ha a játékát nézve a Volánnak, ezen fog múlni. Tehát a rájátszásban igenis szerintem ezen fog múlni, hogy meddig tudnak eljutni. Igen, de nem biztos, hogy... Tehát ez... Hogy mondjam neked? Ez befolyásolható, arra gondolsz. De ez befolyásolható, irányítható. Jó, persze. Akkor mi hányszor megbeszéltünk, hogy nem dumálunk egymásra, és mégis hányszor előfordul. Érted, mit akarok mondani? Nem tudod mindig kizárni a hibát. Ez egy hiba. Ez ugyanolyan hiba, mint hogy nem veszi át a zsugát, rosszul passzol. Leit látszik, hogy nem olvastad el a stratégiát, benne van, hogy mindenkinek, mind a 4 sornak folyamatosan 120%-on kell teljesítenie. Ez lehetetlen. Az első, így van. Tehát én az picit úgy megvédem a, úgymond a játékosokat. Amíg leírja azt a szöveget, az ember, a HS-t, addig vége a harmadnak. Tehát addig lement 5 csere. Tehát azért tehát a pillanat tört része, ami ha nem vagyunk benne, akkor ezt nem tudjuk felfogni, hogy ott egy pillanat tört része alatt kell, és abban belecsúszik a rossz is, és ez igen, ez egy rossz. Rossz. Az eset, amit mondtál, az ilyen, de például ma az ütközés után, hogy megvédem a társamat, ott nem egy pillanat alatt kellett dönteni, az egy rossz döntés. Vagy ha már oda megyek, akkor tényleg vigy, akkor... Na. De akkor meg vágjak oda rendesen. Lehet mondani, hogy 4-2 ide, úgyhogy... És jó, igen, de azért ma az Atkinson feltűnően papírás hangulatában volt. Erre azt mondanám, hogy tehát van egy idő, ameddig te fegyelmezed, vagy tűröd, kapod, de együtt vissza fogsz ütni, mert ma meg eljött az a pillanat, mert, és ez messze el tudom, hogy bírózzak, de nem a helyzet magas talatán egy-két ítéletnél, ami hozhatta a frusztrációt. Jó, esetben. De még volt ott a kuka, nem? Tehát, hogy... Hát lehet, hogy elpakolták, mert tartottak az esetbe. De mindegy is, szóval én azt mondom, hogy nincs egyenlőre ezzel nagy baj, néha belecsúszik, igen. De hát most ráadásul az utolsó két meccs. Ugye azt mondtad, hogy előtte milyen szabályos volt a Volán? Vagy nem, illet, az egyik... korábban. Az elmúlt néhány hétben volt az, hogy elkezdte gyűjteni a kiállításokat a Volán. Mondjuk a Fehérvár, a Fehérvár, a Fehérvár, a Fehérvár, mert ezt csak 6-szor mondják el egymás után, hogy Fehérvár, és a Ljubljana. Jána. Tétek, hogy Ljubljana, a Ljubljana. Lehet, hogy én mondom rosszul, de a Ljubljana... De Ausztriában Laibachnak mondják. Na, ugye? Ugye? Meg Hidrónak. Szóval én megvédem, ahol a Fehérvár. Egyébként meg ma is. Fehérvár. A Hári Jancsika is. Tehát most ugyanazon a szinten játszanak. Jó. Most komolyan. Én nem beszéltünk erről,
ugyanazon szinten játszanak, és valamikor ez meghozza a győzelmet, valamikor meg van egy ilyen hatkezű zakó, de senki nem nyer világon folyamatosan, tök jól játszanak. Így van. Én nekem pont ez tetszik, ez az, amit mondtam, hogy tavaly nekem pont az volt a bajom, hogy olyan meccseket nyertek zsinórban, amiknél nem érdemelték meg. Ma meg olyan meccseket nem nyernek meg, ahol megérdemelték volna. De magas színvonalon játszanak, és tényleg nagyon szép figurák mennek le, emberelőnyök. Tehát nem az van, hogy így nézed a meccset, és hogy jaj, mikor lesz már gól, hanem hogy így bármikor. Tehát, hogy így bennük van, hogy olyan szép játékok vannak, hogy bármikor bennük van a gól. És igen. Működik a kép, és nagyon effektívek. Na, akkor mi is legyünk hatékonyak. Köszönjünk el mára. Köszönjük a mai figyelmet. Már elszaladt az idő? Elszaladt az idő. Meg be akarom fejezni minél hamarabb, hogy a All-Star Gála szavazással el tudja kezdeni foglalkozni. Hamarosan kitesszük a kereteket mindenképpen, és azt is, hogy hogyan fogtok tudni szavazni. A Kisles All-Star Gála 2021-22-es kezdő ötöseire. Hajrá, a gyerek is megértette, mi az 5 plusz végleges. Ott tűnik el aludt. Akkor további kellemes időtöltést mindenkinek. Sziasztok! Go West! Választhatok indulót, jó? Most jut eszembe. Megvan? Jó. Majd mi is kitálunk benne. Trabanton szállni. Eléggé triviális lesz. Szevasztok! Keleti oldal, nyugati oldal. Az ott a 8-keres oldal.